A rendelők infrastruktúrális fejlesztése, a helységek felújítása, a sürgőségi ellátás eszközei, sürgőségi táska, defibrillátor, mobileszközök, valamint a várótermek korszerűsítése, beteghívórendszer kiépítése is szerepel a támogatható pályázatok között. Az egészségügyi ellátásban a betegek nem szeretnek várakozni és nem szeretnek tovább utazni, korszerű diagnosztikai eszközökkel rövidülnek a betegutak, gyorsabb, modernebb az ellátás színvonala. Ezt segíti az önkormányzat kezdeményezése. Íregyházán a háziorvosi rendelők állapota és felszereltsége különböző, az önkormányzat elkülönített forrásából most lehetőség van arra, hogy megújulhassanak. Az önkormányzat 8 millió forint keretösszeget különített el a praxisok számára, maximum 400 ezer forint térítendő támogatást kaphat egy praxis, amihez 400 ezer forint önerőt tesznek hozzá, így a beruházás 50%-át a város vállalja. A megyeszékhelyen saját rendelőkben önkormányzati tulajdonú és privatizált rendelők ben látják el a betegeket, a támogató program nem tesz különbséget, bármelyik pályázhat. Ezen kívül 7 millió forintot szán mikrohitel támogatásra az önkormányzat ebben a programban. A valamelyik háziorosi praxis, aki területi elrátási kötelsége rendelkezik, mikrohitelre pályázik, mert alapvetően ezek a háziorosok mikrovállalkozásokként működnek, vagy egyéni vállalkozók, vagy vállalkozások, és vesznek igénybe beruházási hitelt, akár 10 millió forintot, vagy forgeszközhitelt, akkor átmenek egy hitelbíráton, megigénylik a hitelt, megkapják, és amennyiben ezt megkapják, akkor ehhez kamattámogatást kaphatnak. Beruházás esetén az első három évben feleződik meg a hitel kamata 50%-a, forgeszköz esetén pedig másfél évig. Ezutóbbi egy nagyobb léptékű, akár 10 milliós beruházásnál segítség. A támogató alapból forrásra október 1-től lehet pályázni. A kísérleti program tervek szerint 2014. szeptemberében zárul. Mindemellett az önkormányzat az elmúlt időszakban 7 pályázatot adott be rendelők energetikai korszerűsítésére is.